Tisztelettel üdvözlöm Önöket! Itt ma szukott ünnep van, ez a terménybetakarítás ünnepe. Minden vallás, minden kultúrkörnek vannak ilyen ünnepei, ami a terményhez, a terménybetakarításhoz tartozik. Imákban is előfordul a terményre való utalás. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és így tovább. Én Pázmány József vagyok, a Tudolvasmányok Könyvklub ötletgazdája. Ez a könyvklub arról szól, hogy aktuális, érdekes témákat a tudomány, a technika köréből válasszunk, és olvasmány élményt közvetítsünk, és olvasmányra buzdítsunk másokat is. Mai vendégünk Raskó György, őt külön nem kell bemutatnom, szerintem mindenki ismeri, az élete a nyilvánosság előtt zajlik, sok televízió riportban, podcastban, mindenhol, mindenféle cikkeket olvashattunk róla. Akit részletesebben érdekelt, nyilván elolvasta a Wikipédia idevágó részeit, és én annyit tennék mindenhez hozzá, hogy egy nagyon érdekes, nagyon kalandos életutat tudhat Raskó György magáénak. A gimnázium pannonhalmi érettségi egyetem, közgazdász diploma, pályakezdés a Agrimpexnél, ez ideig szinte szokványos. Onnantól fiatalon, hirtelen nemzetközi pályára kerül. Tanácsadás, tanítás, fejlesztés témakörökbe, járta a világot, felmérhetetlen tapasztalatokkal, 5 nyelv biztos tudásával tér haza. Megérinti a politika, országgyűlési képviselő lesz, államtitkár lesz, ma vállalkozó, és a mezőgazdaság, élelmiszergazdaság lelkes támogatója, motorja, élharcosa, ha szabad így mondani. Na most itt ebben a könyvklubban néhány évvel ezelőtt az Éhség és Bőség című könyvet olvastuk, vagy szóval vettük át, ami tulajdonképpen végigvezetett minket Európa táplálkozási kultúrtörténetén. És ott nagyon izgalmas dolgokat fedezhettünk fel, hogy bizony nagyon sokszor nem volt az egy olyan egyszerű dolog. Jólétek, bőségek, éhínségeket követtek, éhínség követte a jólétet, bőséget, az éhínséget, járvány a járványt, éhínség, aztán megint jólét, és ez mindig összefüggött nagyon súlyos társadalmi mozgásokkal. És mi van ma? Ma könnyen vagyunk, jól érezzük magunkat, hisz pillanatnyilag úgy tűnik, hogy minden rendben van. Pedig látjuk a klímaváltozást, látjuk a hozzátartozó társadalmi, szabályozói rendszernek a nyikorgását közeledni felénk rohamos tempóba. És Raskó Györgyöt arra kértük, hogy a jelent és a jövőt a klímaváltozás és az új technológiák szemszögéből egy picit vázolja fel nekünk, adjon nekünk egy kis kapaszkodót, hogy hogy is értelmezzük azt, ami körülöttünk ma történik. És ezzel én át is adnám a szót egy szolgálati közlemény közben. Rendezvényeink, akik többször voltak, tudják, körülbelül egy olyan óra hosszúságúak szoktak lenni, ebbe beletartozik egy fél óra, 40 perc előadás, és utána egy kis beszélgetés, kérdés,
Nyilván millió kérdés lesz, és előre elnézést kérek azoktól, akiknek a kérdéseire nem jut majd idő. Köszönöm szépen, és akkor... Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. És azt is köszönöm, hogy ilyen nagyon jó gondolatébresztő kérdéseket kaptam, vagy legalábbis ilyen témavázlatot, ami valóban szerintem érdekelhet olyan embereket, akik közvetlenül a mezőgazdasági termelésben, élelmiszer előállításban nincsenek benn, nem otthonosak abban. Számukra biztos, hogy érdekes dolgokat fog tudni mondani. És hát magáról az éhség és bőségről bevezetőnek csak annyit mondanék, hogy engem is meglepett, amikor körülbelül egy olyan 30-valány évvel ezelőtt kint voltam Londonban a magyar kormány nevébe tárgyalni az IBRD-vel arról, hogy Magyarország élelmiszeriparának fejlesztéséhez adjanak hitelt. Én voltam a delegáció vezetője, és akkor utána volt egy fogadás, ahol odajött hozzám egy úr, tökéletesen beszélt magyarul, bemutatkozott, mondta, hogy Báró Gersely Vilmos, a Gutmann családnak az egyik utolsó tagja. Igen. És amikor elkezdtünk ott beszélgetni, mondta, hogy ő hát 1937-ben kiment Oxfordra egyetemre, és hát többet már nem jött haza rendszerváltozásig Magyarországra. De a lényeg az, hogy itt Magyarországon hozzászokott ahhoz, hogy élelmiszer teljes bőségben, mennyiségben minden elérhető volt. Hát persze Bárói család, a 60-i család melletti villa volt az övék ott, ahogy a alagút mellett megyünk föl a várba. És azt mondja, hogy kiért Angliába. Az első nagy megdöbbenése volt, ugye 17 éves vagy 18 éves fiatalember, és hát az angolok akkor igen szerény körülmények között étkeztek, tehát sokkal szerényebb módon, mint ami akkor itt Magyarországon volt. És erre rájött még az, hogy ugye a háború alatt is, hogy ott járt Oxfordba az egyetemen, és ott bizony élelmiszerjegy volt, és a diákok számára is elképesztően sovány körülmények között adagolták az ételt. Hát olyan fiatalok, akik abban a korban ugye rengeteget tudnak enni. Azt mondja, hogy neki ebből az egész oxfordi egyetemi időszakból ez maradt meg, hogy állandóan éhes volt. És akkor picit tovább megyek. Az élelmiszerjegy a II. Világháború után is megmaradt az Egyesült Királyságban egészen 1954-ig, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy egy évtizedig a háború befejezése után ott bizony még adagolták a élelmiszert, és hasonlóan több nyugat-európai országban, és ez azért említem ezt a dolgot, mert a Magyarországon a II. Világháború után, de maga Rákosi korszak alatt is voltak problémák, padlás, lesöprés, egyéb ügyeket ismerünk, de éhezés nem volt Magyarországon, és igazából élelmiszerjegyre se nagyon volt szükség. Tehát a magyar nemzet tagjainak az az élmény, ami még Nyugat-Európa fejlett országaiban is nagyon sok esetben megmutatkozott, az szerencsére itt Magyarországon ez a probléma nem létezett. És aztán utána a Kádár korszak alatt meg egészen elképesztő mezőgazdasági fejlődés ment végbe, olyan mértékű, ami akkor egész Európában, beleértve Nyugat-Európát is, egyetlen egy ország
előzött meg bennünket a mezőgazdasági termelés éves növekedésében, ez Hollandia volt, de rögtön Hollandia után Magyarország volt a második helyen, és hát a 80-as évekre Magyarország a saját élelmiszer szükségletének úgy körülbelül háromszorosát megtermelte. Ugye ennek nagy része aztán a Szovjetunió országaiba, Kelet-Németországba exportáltuk, ez volt a KGST-n belül a egyik ilyen kiemelt szerep, ami Magyarországnak jutott. Vagyis összefoglalva, magyar mezőgazdaság adottságai egészen kiválóak voltak és maradtak a Trianon utáni időszakban is, második világháború után is, és hát gyakorlatilag ilyen szempontból mind a mai napig ez a helyzet fennáll. Hogy aztán milyen ingadozások voltak egyik évről a másikra, arról majd szót fogok ejteni. Az első dolog, hogy magyar mezőgazdaság gyakorlatilag mindig valamiféle politikai ütközet tárgya volt. A földosztás utána a szövetkezetek létrehozása az első menetben még úgymond önkéntes alapon, majd 1960-ban, 59-60-ban úgymond volt egy olyan kollektivizálási hullám, ami néhány helyen nem is szelíd erőszakkal történt. De volt ugye a kulák időszak, amikor a túlságosan jól teljesítő egyéni gazdákat és családokat politikailag nem igazán értékelték, és hát ebbe nem mennék bele itt a részletekbe, de lényeg az, hogy gyakorlatilag a Kádár korszak kezdete első évtizedében a túlpolitizált mezőgazdaságból lett egy ilyen technokrata váltás, ugyanis Kádár volt annyira praktikus, hogy azt mondta, hogy ha van ennivaló bősége, akkor sokkal jobban el fogják fogadni azt a kísérletet, amit akár társadalmi, gazdasági kísérletnek is nevezünk, ez az úgynevezett szocializmus építése. És hát ez egyértelmű, hogy részéről jó döntés volt, hiszen Magyarországon aztán a szocialista időszakban is végig megfelelő élelmiszerellátás biztosított volt. Aki akkor járt mondjuk Moszkvában, vagy éppen Kelet-Németországban, vagy akár Csehszlovákiában, az látta azt, hogy azokhoz képest Magyarország mennyivel jobb kínálattal bír az élelmiszerellátást illetően, és nem véletlen, hogy ez is hozzájárult a Kádár időszakban nevezték Magyarországot legvidámabb baraknak. Ez a barak vidám érzés, ez többek között a megfelelő élelmiszerellátás és aránylag olcsó élelmiszerellátásnak is volt az eredménye. Nyugat-Európában, és még mindig csak még be sem vezetném a dolgot, de egyet érdemes megjegyezni, hogy az Európai Unió elődje, az Európai Gazdasági Közösség, ugye Rómában, római szerződés alapján megalakult, egyértelműen a háború utáni élelmiszerjegy és élelmiszer hiány hozta össze azt a hat alapító államot, ugye Franciaország, Németország, Olaszország és a Benelux államok, amelynek a közös agrárpolitika volt az egyik kiemelt területe, vagyis az, hogy azért alakítunk gazdasági közösséget, hogy az élelmiszerellátás a Nyugat-Európa E6 országának a lehető leghamarabb megfelelő színvonalra emelkedjen, és az közös agrárpolitika intézményrendszere minden idegszálával ebben az időben
azt próbálta segíteni, hogy az európai gazdasági közösség élelmiszer ellátása a lehető legjobb legyen, független legyen a külső globális piactól. Hidegháborús helyzetben kifejezetten érthető is volt ez a önellátásra való törekvés, és hát ehhez olyan mértékű agrártámogatásokat biztosítottak, ami egy évtizeden belül, vagy másfél évtizeden belül kiderült, hogy túlzó, túlságosan is nagy támogatást kaptak az Európai Gazdasági Közösség tagországainak gazdái, így aztán másfél évtized múlva jelentkezett az a probléma, hogy olyan gyors volt a gazdasági növekedés a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, hogy egyre másra fölöslegek keletkeztek, idősebbek még emlékeznek arra az időszakra, amikor ugye francia parasztok öntötték ki a tejet, a vajat, vagy éppen akár az almát, szinte mindenből túltermelés alakult ki. És ugye ebben az időszakban ez a közös intézkedés, ami a közös agrárpolitikához kapcsolódott, segített abban, hogy az összefogás nyugat-európai országai között, például a mezőgazdasági területen, ha az hozzájárul mindenféle vám és egyéb akadályok lebontásával, az fantasztikus, pozitív dolog. És hát ugye megszűnt a vám, megszűnt már mind az európai gazdasági közösségen belül, kialakult egy ilyen szabadkereskedelmi övezet, ami persze ipar és más területeken is pozitív hatását fejtette ki, de a mezőgazdasági termelésben az az úgynevezett komparatív előnyök, amelyek Franciaország, Németország, Olaszország között nyilvánvalóan léteztek, rendkívül jó hatással elindítottak egy olyan kereskedelmet és egy olyan termelés szerkezetet, amiben minden ország, amiben jó volt, abban szabadon szinte annyit termelhetett, amennyit akart, mert számíthatott arra, hogy ezekben az országokban, az EKG-n belül el tudja adni a termékeit. Az olaszok ráálltak a zöldség-gyümölcs termelésre, borra úgy szintén, a franciák a gabonatermelésre, húsra feldolgozásra, és németek pedig gyakorlatilag a hústermelés kezdve a marha sertéshúson át ennek a közösségnek legnagyobb termelőivé váltak. Hollandok meg okosan kis területű ország, kevés mezőgazdasági területtel, ezért ők elkezdtek magas hozzáadott értékű mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozni, vetőmagra álltak rá, virágra és feldolgozott élelmiszerekre, például a sajt és egyéb más termékekre, és értek el olyan elképesztő termelési értéket, mennyiséget, amire egyébként magának Hollandiának, a holland fogyasztóknak nem volt szüksége, de a piaci lehetőség ott volt számukra, és hát ezt azért hangsúlyozom, mert ma egyesek újra megkérdőjelezik, hogy miért is vagyunk mi bent egy olyan közösségben, amiben mindenféle mondva csinált kötelezettségeket kitalálnak, de valójában azért vagyunk bent, mert Magyarország számára is az Európai Gazdasági Közösség utódja, az Európai Unió olyan elképesztő piacot, piac elérést tett lehetővé, amire a magyar mezőgazdaság történetében soha nem fordult elő. És hát ennek eredménye az, hogy 2003-ban Magyarország élelmiszer exportja volt nagyjából olyan 3 milliárd dollárnak megfelelő,
most ez olyan 14 milliárd dollár körül van, de csak azért nem több, mert mi nem termelünk többet, majd erről külön beszélek. Lehetne 25 milliárd is, amit az Európai Unió felvesz tőlünk. A sajnálatos módon magyar mezőgazdaság utóbbi időben nagyon gyengén teljesít, tehát zöldségből, gyümölcsből, húsból egyre kevesebbet állít elő, ami hát szerintem egy rossz agrárpolitika. Megvannak az okai, hogy miért, pár szót majd erről is mondanék, de azért, hogy érzékeltessem, hogy voltak olyan, volt szocialista országok, amelyek élni tudtak a lehetőséggel, és a mezőgazdaság élelmiszeripari termékek terén is hatalmas piacot tudtak maguknak szerezni, ez például Lengyelország. Amikor mi beléptünk 2003-ban, ez egy véletlenszerű dolog, a lengyel export agrártermékekből pont annyi volt, mint a magyar. Most a miénk olyan 14 milliárd körül van, a lengyeleki 55 milliárd. 55 milliárd. Ők jósárfálkodtak azokkal a pénzekkel, ami a közös agrárpolitika keretén belül megszerezhető volt. Mi sajnos nem jól sárfálkodtunk. Magyarország túlpolitizálta a vidéket és a mezőgazdaságot is. Már az első Antal, tehát az Antal kormány idején is túl erős volt a politika beavatkozása a mezőgazdaság ügyeibe. Emlékszünk Tordján Józsefék úgynevezett reprivatizációs elképzelésére, amit aztán ugye az MDF nem támogatott, de hát fél év elment arról, hogy akkor milyen kompromisszum legyen, és kötődött egy olyan rossz kompromisszum, aminek a levét mind a mai napig isszuk a földpiac szabályozása terén. És akkor pár szót erről a földpiacról és a föld szabályozásról, mert az, hogy ilyen rosszul teljesít ma a magyar mezőgazdaság, az ott, az origó, az a rendszerváltás, változás utáni időszakra tehető vissza. Az történt ugyanis, hogy a föld kárpótlás útján került magánszemélyekhez, és hát ez a kis történet, mert elég idős vagyok már, sajnos, de ez inkább csak tény, hogy Antal József engem tett felelőssé, hogy mind a Földművelési Minisztérium közigazgatási államtitkára nekem kellett előkészítenem ezeket a törvényeket. Úgy, hogy közben három koalíciós párt politikusaival kellett hajnalokig tartó vitákat folytatnom, és áldatlan vitákat, mert hát sok eredményre nem jutottunk. Született egy rossz kompromisszum, amiből csak egyet emelnék ki, hogy a kisgazdák, amikor ment arról a szó, hogy reprivatizáció legyen, vagy valamilyen privatizáció, akkor ennek a volt egy olyan pillanata, amikor végül is elfogadták úgymond a kárpótlás, földkárpótlás aukciókon történő értékesítését, és akkor az egyik kisgazda azt mondta, miután az akkori állam alkotmánybíróságnak elnöke Sólyom László kifogásolta, hogy a kisgazdák erőszakossága miatti pozitív diszkrimináció a kárpótlás mértékét illetően az olyan nagy pozitív diszkrimináció, hogy ez valójában alkotmánysértő. Tehát más állampolgárokkal szemben egyes állampolgárok kaptak egy olyan plusz lehetőséget, amit Sólyom László szerint
Az akkori érvényben lévő alkotmány alapján ez alkotmányellenesnek minősített. Ebből hatalmas botrány keletkezett, a kisgazdák egy része kivált a koalícióból, de akik bennmaradtak, hát bizony azok is ragaszkodtak a reprivatizációhoz, és hát sajnálatos módon az egyik kisgazda miniszter, aki időnként megkérdezte, hogy na, hogy állunk most ezekkel a kompromisszumos tárgyalásokkal, akkor most hol lesz meghúzva a határ, hogy meddig lesz kvázi 100%-os a reprivatizáció, de belebújtatva a földkárpótlásba. És akkor mondtam neki, hogy hát levittük 200 aranykoronára, és ezt az alkotmánybíróság elnöke Sólyom László már hajlandó elfogadni. Addig volt kvázi 100%-os kártérítés, a fölött ott is erősen degresszív. Erre a miniszter azt mondta nekem, hogy hát az nagyszerű, mert akkor hát nekik ennyi földjük volt, hát akkor ő vissza fogja kapni az összes földjét. És részéről el volt intézve az egész akció. Nem akarom megnevezni az illetőt, de ez sajnos megtörtént. Ez eldöntötte azt, hogy a kárpótlás ilyen formában alakult. De ez csak az egyik probléma volt, a másik az, hogy a kisgazdák nagyon határozottan úgy vélték, hogy a kárpótlásra jogosultak, ugye a Magyar Demokrata Fórum azt ahhoz ragaszkodott, hogy föld kárpótláson csak olyanok vehessenek részt a kárpótlási együkkel, akik falun élnek, mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, és a földjük, ahol a kárpótlás történik, az nincs messzebb 20 kilométernél, ugye ez ragaszkodott a társaság, mire a kisgazda érvelés az volt, hogy hát ez teljesen igazságtalan, mert akkor azok a TS tagok fogják megkapni a földet, akik bementek a TS-be és ott maradtak. Bezzeg a kulák családok gyerekeit elüldözték faluról, nekik el kellett menniük Sztálinvárost építeni, meg mit tudom én, Leninváros, meg egyéb ilyen dolgot, és hát úgy ők nem falun élnek, ebből adódóan ő földjüket ugyan elvették, és ők akkor ebbe a kárpótlásba nem vehetnek részt. Na, akkor megint ment még egy 3 hónapos vita, amiből lett egy még rosszabb kompromisszum, aminek az volt a lényege, hogy jó, akkor a földkárpótlásra mindenki mehet, akinek mondjuk Budapesten a Szatócs üzletét vették el, vagy éppen a bérházát, vagy aki recski fogoly volt, és az alapján kapott kárpótlást, és ezzel gyakorlatilag a földkárpótlásban való részvétel olyanok számára is lehetővé vált, akinek soha semmi közük a mezőgazdasággal nem volt. Igen ám, de miután a föld értéket pont azért, hogy minél több földet tudjanak szerezni, nagyon alacsonyan állapították meg. Először ugye 1000 forint per aranykorona, ami átszámítva 1 hektárra 17 000 forintot jelentett, ami már akkor se volt akkora pénz. És ehhez még hozzájött az, hogy negatív licit is lehessen, és az 1000 helyett, ha megegyeznek a faluba a kisgazdák, 500 forintért is megkaphatják az aranykoronát. Hát sok helyen meg is csinálták, és nagyon sok kisgazda utána büszkén mondta, hogy neki most több földje van, mint valaha is volt a családnak, ami gyakorlatilag az a föld ilyen alacsony értéken történt kárpótlási jegyen keresztüli megállapítása azt eredményezte, hogy 1.800.000 kárpótolt földet akart. Olyan föld elaprózódás történt ebben az időszakban, ami előre vetítette azt, hogy ezzel a földdel hatalmas problémák lesznek majd. Ez most kicsit történelem óra, de talán bevezetőnek érdekes volt, mert
Azért kezdtem el ezt mondani, mert az, hogy ma Magyarország a 80-as évek mezőgazdasági termelésének, termelés értékének körülbelül a 40%-át teljesíti, tehát ekkorát estünk vissza, azért ez jelzi azt, hogy bizony ez a kárpótlás ez nem volt egy szerencsés, és ez a 40% annak ellenére nem, tehát nem emelkedett jelentősen, hogy közben beléptünk az Európai Unióba, amely napjainkig csak a mezőgazdaságnak, csak az agráriumnak 17 ezer milliárd forint támogatást adott. 17 ezer milliárd forintot. Elég tragikusnak tartom ezt a dolgot. De visszatérve a éhségre és a bőségre, de kérdezz nyugodtan, hogyha úgy gondolod, hogy közben kéne kérdezni. Nem, közben nem kéne kérdezni sem. Ez nagyon-nagyon érdekes volt így ez az áttekintés, hogy jutottunk el tulajdonképpen oda, ahol most vagyunk, és ez egy picit azt is jelzi, hogy a mezőgazdaság teljesítményét, tehát az élelmiszer termelés teljesítményét mennyire befolyásolja a politika. Itt nagyon-nagyon befolyásolta ebben az időszakban, és nagyon befolyásolja azt, hogy ezt a bizonyos Európai Uniós lehetőséget mennyire tudtuk. Hát ez talán itt kell mondani, hogy nem kihasználni. Sajnálatos módon a negatív hatása a rossz politikai, tehát, vagy azt lehet mondani, hogy van olyan párt, amelyik gyakorlatilag kizárólag arra használja az agrárpolitikát, és abban a föld tulajdon viszonyok szabályozását, vagy a föld haszonbérleti szabályokat, hogy a saját politikai pozícióját vidéken megerősítse, és konkrétan ez a Fidesz, ugye, talán emlékeznek rá, 2000-ben hangzott el Orbán Viktor szájából, hogy azt akarjuk, hogy a családi gazda menjen a főutcán, a többiek meg menjenek ki a határszélre, vagy a faluszélre. Ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy az Orbán kormány, már az első Orbán kormány is olyan mezőgazdasági politikát akar folytatni, amely eredményeképp falun megerősödik anyagilag az a konzervatív réteg, akit már akkor Orbán Viktor kiszemelt támogatónak. Tehát ez, és aztán ez tökéletesen be is jött, hiszen a vidék és azon belül a falu mind a mai napig szinte azt lehet mondani, hogy helyenként irracionális mértékben Fidesz szavazó mind a mai napig, és hát ebben ez a földbirtok politika abszolút szerepet játszik. És ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a volt szocialista országok egyikébe se volt ilyen politikai vita. A lengyeleknél azért nem, mert Lengyelországban nem volt állami mezőgazdaság, sőt a szövetkezetek is nagyon kis számban vettek részt a termelésben. Ott a föld magántulajdonban maradt, tehát ott ebből nem kellett politikai vitát lefolytatni. A csehek, akkor még Csehszlovákia, amikor elkezdték, hogy mi legyen a földdel, abszolút marginális tényező volt Csehszlovákia számára a mezőgazdaság. Ott se lett ebből politikai vita. Mind a két részen, Csehországban is és Szlovákiában is megmaradtak a nagy gazdaságok. Csehországban és Szlovákiában szinte kisétetésen azonos arányban az egyéni gazdák részesedése a mezőgazdasági termelésből mindössze 4%. Tehát továbbra is ott nagy gazdaságok vannak. Csehországban
több mint 3000 hektár az átlagos birtokméret, de szlovákoknál is ilyen 2200 hektár körüli. Tehát nem volt politikai vita. Magyarországon elképesztő mértékű, ahogy már említettem, gyakorlatilag a mezőgazdaságot, mint gazdasági ágazatot alárendelték annak az irányítását, totál politikai szempontoknak rendelték alá, ezért a mostani teljesítmény ezért ilyen alacsony jelen pillanatban állunk. Gyakorlatilag a professzionális mezőgazdasági vállalkozások szinte azt lehet mondani, hogy szitokszóvá váltak. Tehát aki itt egy jól működő gazdasági társaság, az bizony leszámítva NER lovagok nagyvállalkozásait, az egy külön kategória, de a normál átalakult állami gazdaságok, mezőgazdasági szövetkezetek bizony negatív megítélés alá esnek, csak hogy értsék, hogy miről van szó. Olyan földtörvényünk van, egyedül Európában, egyetlen egy ország, csak Magyarország, ahol jogi személyi gazdasági társaságok nem vásárolhatnak mezőgazdasági termőföldet. Ilyen szabály se keleti blokkban, se a nyugati blokkban nincsen, egyedül Magyarországon. Ennek az lett a következménye, hogy azok a jól működő nagy gazdaságok, amelyek anyagilag bírták volna azt, hogyha szabad földpiac van, és valaki tulajdonos a kárpótoltak közül, úgy nem akar foglalkozni mezőgazdasági tevékenységgel. 96%-uknak nem volt ilyen szándéka. Tehát ők keresték, hogy akkor mit csináljanak ezzel a földdel, és hát elkezdték eladni, ki korábban, ki napjainkban. De miután gazdasági társaság nem vásárolhatott földet, ezért ebből a földszerzésből ezek a cégek kimaradtak. De ez csak az egyik probléma, a másik, hogy a föld használatban is abszolút diszkriminatív pozícióba kerültek, az utolsó helyre. Tehát mindenki, amikor lejár egy földbérleti szerződés ma, és ugye újra kötik, akkor azt ki kell függeszteni a jegyzőnél az irodába, és oda jelentkezhet a helyi kisgazda, a helyi nagygazda, a helyi lakos, őstermelő, földműves, aranykolászos gazda, mindenki, és hogyha őnekik nem kell a föld, a gazdasági társaság csak akkor válik jogosultá, hogy azt a földet, amit addig használt, akár meghosszabbítsa egy hosszabb időre. Ennek a rendkívül diszkriminatív földpiaci szabályozásnak és földjogi földhasználati szabályozásnak lett az eredménye, hogy 2010 és 2022 között vannak erről adataim, 700 ezer hektárral csökkent a gazdasági társaságok földhasználata. Ez a föld kiment, csak itt a probléma az, hogy még a gazdasági társaságok professzionális módon intenzíven használták ezt a földet, addig ma ezek a földek, amelyek kikerültek a gazdasági társaságtól, ezek arra szolgálnak, hogy uniós földalapú támogatást föl lehessen rávenni, de különösebb motiváció, hogy ott professzionális termelés történjen, nagyon-nagyon kevés gazdánál van. Ha szabad itt egy picit megakadni azon, hogy ha ilyenek a körülmények, akkor most tulajdonképpen egy óriási kihívás előtt állunk, a környezeti, a klímaváltozás és a technológiai változás, ami független a politikától. Az, hogy a biotechnológia úgy halad, ahogy halad. Az, hogy az élelmiszer termelés az egy csúcstechnológiás iparrá
vált. Az hogy fog ebbe beleilleszkedni? Hogy fog ehhez kapcsolódni? Hol vannak azok a technológiai dolgok, ami az én felfogásom szerint egy biotechnológiát alkalmazó, egy nem is mondom ki azt a szót, hogy génmódosított, csak géncizellált technológiát alkalmazni, ahhoz nagyon koncentrált tőke, nagyon koncentrált tudás kell. Ez hogy fog beleférni ebbe, és ez egy óriási verseny lemaradást prognosztizál, vagy hogy kell ezt érteni? Hát kezdjük azzal, hogy, és akkor még annyit elárulnék magamról, hogy én nem csak elméletben foglalkozom mezőgazdasággal, hanem termelő is vagyok, méghozzá szinte mindennel foglalkozom. Termelek gabonát, cukorrépát, olajos magvakat, van borászati vállalkozásom, komoly állattenyésztés, évente 75 ezer malacot állítunk elő, és adunk el. Tehát elég nagyba csinálom a mezőgazdaságot, és még mellette a tulajdonosa vagyok a ország legnagyobb bio gyümölcsösének is, ami ráadásul itt van a közelben, a Morello Kft., tehát ha itt Csopak felől megyünk föl Veszprémbe, ott lehet látni mindkét oldalon hatalmas nagy gyümölcsöst, hát ez a gyümölcsös 217 hektár, ez 100%-ban organikus gyümölcsös, semmiféle vegyszert, műtrágyát nem használunk, és biotermékeket, biogyümölcsöt állítunk elő, ami arra akarok célozni, hogy a mezőgazdasági termelés minden ágában benne vagyok, valamilyen formában, ezért pontosan rálátok, hogy mit lehet tenni, mit nem. Az az igazság, hogy aki arra hivatkozik, hogy Magyarországon nem lehet amerikai szintű 21. századi technológiát alkalmazni, bevezetni, használni, az hazudik, mert lehet. A miénk ilyen. Minden vállalkozáson gyakorlatilag a lehető legmodernebb technológiát alkalmazza, amiben az is benne van, hogy gyakorlatilag a minden, amikor például a búza vagy a kukorica tenyész ideje van, mindent tudunk űrből, hogy a kukoricánk, a búzánk napraforgó adott pillanatban milyen állapotban van, milyen mikroelemek hiányoznak levélminta, űrből vett levélminta alapján. Ezeket tudjuk, tehát gyakorlatilag ezt a technológiát lehet Magyarországon adaptálni, és hát ha valaki arra figyel, akkor csinál olyan integrációt, mint én csináltam itt Lajos Komárom környékén, ebbe körülbelül 100 egyéni gazda benne van, akikkel mindent közösen csinálunk. Nincsenek, nem az van, hogy te ezt a területet veted, szántod, hanem ez a te területed, de a művelés az közösen történik. Így tudunk előállítani extra minőséget, amit aztán exportálunk, mi főleg olasz piacra dolgozunk, mert mindenki ugyanazt a technológiát, ugyanazt a vetőmagot használja. A mi területünk a földtörvény miatti korlátok következtében 3700 hektárról lement 2200 hektárra. Nem azért, mert nem tudtuk volna megtartani, a törvény nem tette lehetővé. Viszont, amíg kimentek területek, ott, akik megszerezték gazdák, azokat sikerült meggyőzni körülbelül 15 éves munkával, hogy ne kezdjen el egyénileg gazdálkodni, mert többre jut, ha velünk közösen csinálja. Érdekes módon
Ha az ember bizalmat ébreszt kisebb gazdák iránt, akkor előbb-utóbb belátják, és gyakorlatilag ez a rendszer ma tökéletesen működik. Alig vagyunk az országban olyanok, akik ezt teszik. Az állattenyésztésben olyan technológiai váltás történt, ami miatt például a mi telepünk a dán legjobbak színvonalára ment föl. Hát ha azt elmondom önöknek, hogy a született malacok száma 20 fölött van kocánként egy halomba, akkor ez egészen megdöbbentő, mert csak ugye 18 csecs van, tehát több malac van, mint amennyi szopni tudna. Nem ragozom tovább. Ugyanígy gyakorlatilag ezek a kocák és malacok saját magukat ellátják, saját maguk kialakítják a kis csoportjaikat, etetés, itatás, minden automatizált, nincs is ember a közelükbe, maguk ezt meg tudják tenni. A malac is és a koca is olyan intelligens, 3 nap alatt a legbutább is rájön arra, hogy hogyan kell működtetni az önetetőt és önitatót. Úgyhogy gyakorlatilag ezen a szinten vagyunk. Amiben probléma van, az a mezőgazdaság növénytermelés, mert ez egyik nagy hibája a magyar mezőgazdaságnak, hogy elment extenzív irányba, növénytermeléssel akar mindenki foglalkozni. Miért? Mert a növénytermelés után fizeti az Unió hektárra vetítve a földalapú támogatást. Az ugye most 85 ezer forint hektáronként. Gondoljuk végig, van egy 100 hektáros kisgazda, 8,5 millió forint adómentes pénze rögtön megvan, és még nem kellett csinálni semmit. Most, ha még emellett termel is, már pedig azért termelnek, másik 8-10 millió forintot hozzá tud minden tovább nélkül tenni, vagyis egyszerűen ezt a 100 hektárt csak arra használja, hogy hát ott van valamennyi vetésforgó miatt, van neki 1/3 buzája, van 1/3 kukoricája, meg napraforgója. Ez egy évben körülbelül egy olyan 35-40 nap munka, nem több, ennyi, és van körülbelül 16-18 millió forint tiszta jövedelme, adómentes, egy fillér adót ezután nem kell fizetni. 80 millió forint árbevételig az általány adó, ami köztehernek minősül, az 600 ezer forint mindössze. Ennyit fizet egy családi gazdaság, mondjuk egy 4 családtagból álló vállalkozása. Ebből adódóan ez olyan jó jövedelem, hogy volt idáig, amíg az ukránok meg nem jelentek a színen, de addig ez olyan kényelmes jövedelem volt, gyakorlatilag az állattenyésztést abba hagyták, az állattartást is. Faluból eltűntek a se malac, se tyúk, se tehén, semmi. Gyakorlatilag a magyar mezőgazdaságban ma rendszerváltás idején volt 967 ezer mezőgazdasági háztartás, most van 176 ezer. Tehát ide csökkent le. Ebből a 176 ezerből körülbelül olyan 45-50 ezer olyan birtoknagyságot ért már el, közel van a 100 hektárhoz, ami ezzel a 3 növénnyel, 40 napos munkával meghozza azt a jövedelmet, amiért bizony bármelyik gyárba, ha elmegyünk dolgozni, igen-igen kemény, még a közelébe se lehet annyit keresni, mint amit ezzel a tevékenységgel. Ezért aztán az állattenyésztést szépen leépítették, most már az, hogy szombat-vasárnap fölkelek reggel etetni, ez nincsen. Ez gyakorlatilag megszűnt. De az a teljesítmény sincs, ami annak idején ugye volt 10 millió sertés, most van 2,5 millió, de ez már mind nagy üzemeknél van. Kisgazdaságok ebből kiszálltak.
Most a probléma, és akkor rátérnék a klímaváltozásra, és egyben az ukrán tényezőre, vagy hatásra, ami magyar mezőgazdaságot válaszút elé vitte, mert klímaváltozás miatt öntözés nélkül gyakorlatilag nem lehet hatékonyan buzát, kukoricát, napraforgót termelni, Alföldön szinte lehetetlen. Ez a globális felmelegedés, klímaváltozás, amihez úgy tűnik, hogy hát ezek a gazdák nem nagyon alkalmazkodtak idáig, és ezzel a globális felmelegedéssel, ami a Kárpát-medencét kétszeresen sújtja más európai vidékekhez képest, bejött az ukrán kártya, vagyis az, hogy Ukrajna szabadkereskedelmi státuszt kapott az Európai Uniótól 2022. márciusában, és azóta megállíthatatlanul ömlik be az ukrán kukorica, buza, napraforgó cukor, most már a baromfi hús is, és hát kiderült, hogy ezek a magyar termékeket úgy kiszorítják, mint a húzat. Magyarokat például Olaszországból az ukránok totál kiszorították. És hiába mondja a magyar kormány azt, hogy mi embargót hoztunk az ukrán mezőgazdasági termékekre, hát az ukránok köszönik szépen gyakorlatilag a Fekete-tengeren, meg a Adrián, vagy éppen a Földközi-tengeren, oda viszik Olaszországba hajóval, hogy azt Magyarország, ha akarná, se tudná megakadályozni. Hova viszik egyébként? Spanyolországba és Olaszországba. Elég nekik ez a két nagy ország, ami évente 10 milliós nagyságrendben vásárol ukrán gabonát és sok milliós nagyságrendben növényi olajat, és nem sorolom tovább. És hát, hogyha minden igaz, akkor ez a szabadkereskedelmi megállapodás megmarad. Az Unióból Brüsszel ehhez erősen ragaszkodik. Ott mi próbálunk vétózni időnként, de hát sok sikerrel nem. Vagyis magyar mezőgazdasági szereplőknek föl kell készülniük arra, hogy váltaniuk kell. Ez a egyoldalú termelési szerkezet, hogy a mi szántóföldjeinket 86%-ban négy növény foglalja el, búza, kukorica, napraforgó, repce, hát plusz még az ápa, tehát akkor azt mondom, hogy öt. Amint mondtam, ennél kényelmesebb élet a világon nincs, mint ezzel a négy növénnyel foglalkozni, mert nem terem semmi, a földalapú támogatást adómentesen akkor is megkapom. És akkor jön a klímaváltozással kapcsolatos negatív hatás, hogy miután nekünk ilyen szántóföldi növényeink vannak, ezért aztán, amikor jó idő van, kedvező idő, akkor van mezőgazdasági jövedelemtermelés. Amikor aszály van, vagy rossz idő van, akkor meg semmi sincsen, mint ahogy 2022-ben az Alföldet lepusztította az aszály. Tehát oda akarok kiukadni, hogy a magyar mezőgazdaság teljesítménye, amiben túlsúlyos a növénytermelés, öntözés nélkül azt fogja eredményezni a következő években is, hogy egyszer ekkora lesz a termelés, másik évben meg lehet, hogy 50%-kal kevesebb, tehát hihetetlen ugrálás van egyik évről a másikra. Ilyen mezőgazdaságot finanszírozni nem egyszerű dolog. Plusz előfordul az, ami ebben az évben, hogy olyan kevés terem, hogy azok a piaci partnerek, amelyek eddig megvoltak Nyugat-Európában, azokatnak nem tudunk szállítani. És most még azt is elveszik tőlünk az ukránok, amire egyébként a korábbi években szállítási kapacitásunk volt. Tehát ez az a klímaváltozásnak ránk nézve a igazi negatív oldala. És akkor csak egy mondat még ehhez. Az, hogy az öntözés visszament 100 000 hektár körüli nagyságra,
Akkor, amikor ilyen globális felmelegedés Kárpát-medencét kétszeresen sújtja, erről csak azt tudom mondani, hogy az ilyen nép az vagy totál tékozló, vagy nem törődöm, de semmi dicséret nem illeti, az egészen biztos. Ha elmegyünk az Alföldre, tele van az Alföld csatorna hálózata. Ezeknek a csatornáknak a 95%-a kiszáradt, benőtte a nád, bokrok, stb. A körös mentén, hármas körös mentén volt 14 szivattyú állomás, ma egy működik, a többit szétlopták. Ki lehet menni, ott a csatorna, de a vízkiemelő mű, gyakorlatilag a szivattyú, meg a szétfűrészelték a maradék vasat is, ami még mozdítható volt. És én emlékszem, 90-es évek elején is még ezek a csatornák tele voltak vízzel. Azért lényeges ez, mert ha a csatornában van másfél-két méter magas víz, az a talajvíz szintet fölviszi, föntartja azon a szinten, hogy a növények gyökere odáig minden további legyen. De miután ezekből a csatornákból eltűnt a víz, ezért az Alföldön nagyjából két méterrel csökkent a talajvíz szint, vagyis ma annyira alacsony, hogy a növény csak azt tudja hasznosítani, ami eső formájában leesik, talajból nem tud magának vizet szerezni. És amikor ezt több alkalommal is tévében, rádióban, újságokban szóvá tettem, hogy legalább annyit csináljunk, nem lehet tározókat is építeni, az is jó lenne, de hát most semmire sincs pénz. De legalább töltsük föl ezeket a csatornákat, akkor erre a minisztérium egyik vezető embere azt mondja, hogy hát én itt riogatom a parasztokat, ez rémhírterjesztés. Ennyit erről a részről. Igen. Az, hogy rémhírterjesztés, ez egy nagyon rossz emlékű szó. Tulajdonképpen, ha most összefoglalnám, vagy összefoglalni szeretném, ami itt elhangzott, akkor bennem az szűrődött le, és ez tulajdonképpen kérdés, hogy jól szűrtem én azt le, hogy az egy adottság, hogy technológiailag mit tudunk, sok mindent tudunk technológiailag, de nagyon-nagyon nagy felelőssége van a társadalmi irányításnak, azaz a politikának arra, hogy a technológiai tudást, ami olyan, amilyen, azt jó irányba és hatékonyság felé terelje. Én, nekem ez szűrődött le itt a ma estébe, és én azt gondolom, hogy még millió dologról lehet itt tovább beszélni, különösen tulajdonképpen teljesen átugrottuk, vagy kihagytuk a tényleg a csúcs technológiákat, a zárt, a környezettől elzárt növénytermesztés világát. De azt hiszem a közönségben is rengeteg kérdés ágaskodik, merült fel, hogyha valakinek van kérdése, hozzászólása, akkor legyen szíves, tegye. Itt van egy lelkes kérdezőnk. Azt szeretném kérdezni, hogyha előállna egy olyan kegyelmi állapot, hogy te mondjuk agrárminiszterré válnál holnapra, nagyon stabil politikai támogatással, azaz, amit te stratégiában kialakítasz, az azonnal politikai támogatást kapna, mi lenne az a három intézkedés, amit azonnal meghoznál, illetve mi az a törvény, mik azok a törvények, amiket azonnal meghoznál. Tehát minden szituációból van előre. Merre kellene menni? Ez az egyik kérdésem. A másik, meg legutóbbi találkozónkon meséltél, és ezt kikérdezem tőled,
arról, hogy New Yorkba jártál nemrég, és egy műhús üzemet néztél meg, erről azért mondjál valamit, és ennek a perspektívájáról. Na, hát most akkor ez, amit én mondok, azok önök számára is teljesen logikus dolgok lesznek, akkor, ha a politikától elvonatkoztatunk. Ugyanis abban a pillanatban a politika nem szólna bele az agrárium ténykedésébe, és a feltételrendszerét hagyná racionális alapon alakulni, fejlődni, akkor rögtön az első dolog az, hogy a földtörvényhez hozzányúlok. Mert mit mondok én? A magyar embert a álmából is fölkelted, hogy mi a, ennek a nemzetnek, ennek az országnak az igazi érték, akkor rögtön mondja, hogy a föld, meg ilyen jó termőképességű föld, stb. Eszmetlen büszkék a magyarok, hogy itt milyen jó földek vannak. A föld ugye az egy termelési erőforrás. Ha a politikától levonatkozhatunk, akkor logikus, hogy ezt a termelési erőforrást olyanoknak a kezébe kell adni, akik azt a leghatékonyabban tudják működtetni. Hát az hoz egy olyan plusz értéket, ami egyébként a én számításaim szerint körülbelül egy olyan 7-8 milliárd euróval tudna többet termelni Magyarország. Azért az átszámítva azért az igen jelentős összeg. A mostani. Ez az első. Ez az első. És akkor nem csak a föld tulajdonszerzés, hanem a föld használat is. Az használja a földet, aki azt a leghatékonyabban tudja megművelni, és mindent mellé lehet tenni, hogy de persze be kell tartani a biodiverzitást, a környezetvédelmi előírásokat, és nem sorolom tovább, de azon belül is annál legyen, aki ezt szintet tudja hozni. Ez az egyik. A másik dolog a biotechnológia. A Magyarország a 80-as években épített egy ócsán egy olyan biotechnológiai központot, ami a 80-as években a világ élvonalába tartozott. A világ élvonalába. Ezt bezárták, ezt a biotechnológiai központot. Ma Magyarország agrár irányítása úgy fél a biotechnológiától és innovációtól, mint ördög a tömjén füsttől. És nem csak a génmódosításra gondolok, amit a világon egyedülálló módon egy ország foglalt alkotmányba, hogy nem lehet Magyarországon génmódosított vetőmagot használni. Egyetlen egy ilyen ország van a világon, ez Magyarország, amelyek alkotmányában szerepel. Ahol kétharmados többsége lehetne ezt csak megváltoztatni, ami hát közeljövőben kizárt. Na most közben ugye történt komoly előrelépés, az, hogy most már génmanipuláció az nem külső gén beültetése, hanem gyakorlatilag csak szekvencia csere történik, amit az ilyen kreacionistáknak is el kell fogadni, mert ez nem új élőlény teremtése, hanem csak hibás vagy gyengébb működő gének kiszedése és helyébe egy ugyanabból a sorból erőre úgymond operálása, ami például Magyarországon segítene abban, hogy aszálytűrő kukoricáink legyenek, vetőmagok legyenek. Én ugye tagja vagyok az Amerikai Egyesült Államok Farmer Szövetségének, van egy ilyen tanácsadó testülete, járok ki előadásokat tartani az USA-ba,
nagyon mindenhová igazából, és ezért ottani adatokat pontosan ismerem. A gén módosított a kukorica 96%-a, mármint a vetőmag. Ezzel ők azt tudják elérni, hogy egyik évről a másikra a terméshozam ingadozás 5%-on belül marad. Amikor eszmetlen sok eső, akkor is jó a termés átlag. Ha tök szárazság van, akkor lehet, hogy 5%-kal alacsonyabb lesz a hozam. Vagyis a génmódosított vetőmag nagyszerűen tudja stabilizálni a terméshozamokat, ezáltal a termelést is stabilizálni tudja az árakat. De ugyanez van a szójával is. Szójában szinte 100% a génmódosított vetőmag használat. De Brazíliában, Uruguayban, Argentinában, Paraguayban úgy szintén. Vagyis más országok, ahol nem csináltak politikai hisztit ebből, ott hihetetlen biotechnológiai haladás van. Brazíliában például egy elefántfűnek esetében csináltak egy ilyen génmódosítást, ami miatt most Brazília világ legnagyobb szarvasmarha termelője lett, hiszen azokon a sztyeppéken és félsivatagos területeken, amelyeken azelőtt maximum kecskék próbálták ezt a kacsingának hívek, ez a tüskés level, szárú levelet harabdálni, ott most 2,5 méteres fűnő, úgyhogy öntözni se kell. Csupán a gén módosított fűnek köszönhetően. Ezt azért is mondom, mert a világ racionálisan gondolkozó országaiban pontosan a biotechnológia és innováció eredményezte azt, hogy olyan termelésbővülés történt, ami miatt a világ ma nem éhezik. Brazília, én 3 évet dolgoztam egy öntözési projekten Észak-Kelet Brazíliában, pont ezen a félsivatagos területen, 1 millió hektárt tettünk öntözhetővé. Ma ez az 1 millió hektár nagyobb értéket állít elő, mint az egész magyar mezőgazdaság. Előtte ott ilyen tüskés, akáchoz hasonló bokrok voltak, kecskékkel maximum. Ma akkora jólét van ott, hogy az ember oda időnként visszamegyek, leesik az álom, hová fejlődött ez a vidék. Akkor Brazília mezőgazdasági exportja olyan 8 milliárd dollár volt, mert azért kávét adtak el, meg narancslét, meg ilyeneket. Ma 140 milliárd dollár az exportjuk. 140 milliárd. Több, mint az egész Európai Unió harmadik országok felé kiszállított exporttermék értéke. Mit akarok ezzel mondani? Csak ez az egyetlen ország, Brazília, a termelését az elmúlt 30 évben megháromszorozta, de még mindig van 300 millió hektárja, amit be tud vonni a termelésbe, hogyha megfelelő kereslet lesz. Ez kérdésed is volt, ha nem is most, de korábban, arra akarok utalni ezzel, hogy nonsens azt gondolni, hogy éhezni fog a világ. Az egy más dolog, hogy pénze lesz rá valakinek megvásárolni az élelmiszert, az egy elosztási kérdés. Termelési oldalról akármilyen globális felmelegedés van, semmiféle ilyen veszély nincs. Sőt, felmelegedés, Kanada köszöni szépen, jól érzi magát. Kanadában 40 év ezelőtt nulla volt a szójabab termelés, ma termelnek ilyen 25 millió tonnát. Miért? Mert a Ontario és ez a vidékről, ami gyakorlatilag akkor egy hatalmas nagy ilyen sztyeppeszerű volt, ott most kukoricát termelnek meg szójababot, de már egészen fönt északon is, tehát gyakorlatilag olyan
400 kilométerre följebb ment a termelési határ. Gyakorlatilag, ha tovább megy ez a globális felmelegedés, akkor még 200 kilométerre alébb tudnak menni. Óriási terület. Kanadának, ha jól emlékszem, szintén olyan 7-8 millió nézetkilométer területe van, úgyhogy nem lesz gond a élelmiszer ellátása. De maradjunk itt Európánál. Még Oroszországot mondanám, mert Oroszország azért lett a világ legnagyobb gabona exportőre, mert a globális felmelegedés miatt olyan helyeken is tudnak buzát, kukoricát termelni napraforgó mellett, amire még a Szovjetunió időszakában nem volt lehetőség. Ez a másik. A harmadik pedig az, hogy a mezőgazdaság lett talán az egyik legszofisztikáltabb tudás alapú tevékenysége. És ez Magyarországon is ennek látható jelei vannak. A tudás alapú mezőgazdaság olyan technológiák alkalmazása, ami részben az űrből közvetített információkon alapul, részben a génmódosításon, részben más biotechnológiai váltás, amihez hozzájön a robotizáció. Az Egyesült Államokban, de egyébként Svájcban is teljesen általános kezd lenni, hogy például egy, ami környezetvédelmi szempontból is eszméletlen fontos dolog, hogy a lézer letapogatja a földet, és ahol olyan gyomot talál, ami nem kultúrnövény, azt lézer egy ezred másodperc alatt megöli. Nulla vegyszer használat, nulla környezeti károkozás. Egy ilyen masina 80-90 hektárt meg tud csinálni egy nap. 300 ezer dollárba kerül most, lesz az majd olcsóbb is. Egyébként ezen az áron is meg tudják venni. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ez a nem vár dolog, hogy a mezőgazdaság abszolút tudás alapú tevékenységé vált, amiben az a plusz egy ipari tudás alapú tevékenységhez képest, hogy itt ott van az élőlény, a bio, az időjárás, tehát ezerszer több változóhoz kell tudni alkalmazkodni, képesek hozzá alkalmazkodni. Műhús dolog, mindjárt helyesbítenélek is, mert valódi hús, és nem műhús. Voltunk először, talán most már 3 évvel ezelőtt, abban a New Jersey-ben lévő üzemben, ahol élő sertésből kivett szövetet szaporítanak föl. Nem vágják le az állatot, biopsziával kiveszik a szövetet, beleteszik ilyen autóklávokba, tisztára mind a science fiction filmekbe, és ahhoz tesznek hozzá olyan tápoldatot, amiben szépen elkezd nőni ez a szövet, ez a végén robbanásszerűen nő, és akkor átteszik nagyobb autóklávba, még nagyobbba, akkora üstökbe, hogy az embernek majd leesik az álla, és így jön létre az a szövet, hús szövet, ami nem mű, hanem valódi. Pillanatilag addig jutnak el vele, hogy ebből fasírtot lehet csinálni, de mondjuk, borjú bécsit még nem, mert az még nem megy. De mondjuk hamburgerbe, meg egyéb ilyen helyekbe, azt minden további nélkül. Na hát, ez az üzem ma már iparszerűen termel, tehát rendes kereskedelmi mennyiségbe. És hát, hogyha ez általánossá válik, ahol engedik, mert ugye Európában most van egy ilyen erős félelem, hogy ez kiszorítja előbb-utóbb a normál állattenyésztés izolást,
Szerintem ettől nem kell félni. Egyesült Államokban is ez még körülbelül 10-szer drágább, mint ha valaki steaket akarna enni. Tehát a pogács, húspogács is vagy 10-szer annyiba kerül. Kik vásárolják, kik eszik, éttermekbe lehet hozzájutni. Akik szerint gyilkosság az, hogyha egy állatot levágnak azért, hogy annak a húsát én itt megegyem. Tehát ez a ilyen, hát a természettől elrugaszkodott nagyvárosi fiatalok, akik azt mondják, hogy húst azért még szívesen esznek, ha ezt garanciával adják, hogy ez nem levágott állatnak a húsa, hanem ilyen fölszaporított, akkor nem baj, hogyha 3-4-szer annyiba kerül, akkor is megveszem. Akkor most... Most ugye itt volt több kóstolás, gyakorlatilag ha így fasít és fasít, egyik a rendes, másik ez, és ugyanúgy van ízesítve, tehát mit tudom, a menne, bors, meg só, meg stb. Nulla, nem lehet érezni a különbséget a kettő között. Azt állítja a feltaláló, hogy a tápérték gyakorlatilag azonos, aki egyébként, mert egy kicsi ez a világ, egy magyar származású ember, Forgács Gábornak hívják, itt végzett Budapesten az ELTE-n, atomfizikus szakon, és egy darabig KFK-i volt fent ott a Csillebécen, ott dolgozott, aztán annyira tehetségesnek találták, hogy ilyen nemzetközi kutatási programba kikerült, először Franciaországba, onnét pedig az Egyesült Államokba, aztán már nem nagyon jött vissza, és ott atomfizikusként dolgozott, egyetemi tanár lett, és közben elérte a nyugdíjkorhatárt, és hogy ne unatkozzon, átképezte magát biofizikussá, valójában biofizikus az illető, és hát büszkék lehetünk rá, tehát szenzációs, emberként is csodálatos valaki, de én arra is büszke vagyok, hogy tehát egy magyar emberről van szó, aki mostanában már napra visszajön Magyarországra, szinte minden évben egy alkalommal itt van, akkor tart előadást az akadémián, de azt mondja, hogy ennyire tudományellenes irányítás, ami oktatás területén Magyarországon van, ez őt úgy megdöbbenti minden alkalommal, amikor jön ide segíteni, hogy hogyan lehet bejutni, hogyan lehet ösztöndíjat szerezni, vagy kockázati tőkét startupokhoz, mert ő is ezekkel finanszíroztatta meg az egész fejlesztést, és azt mondja, hogy itt, ahogy a magyar állam ehhez hozzááll, a számára teljesen érthetetlen dolog, hogy ez a tudományellenes attitűd, ez mikor alakult ki, mert ő nem emlékszik rá, hogy akár a kádári rendszerben ilyen lett volna Magyarországon, de most úgy érzi, hogy az van. Minden, ami innováció, minden, ami meredeken új technológia, itt gyakorlatilag arra koncentrál a magyar államapparátus, hogy hogyan lehetne ezt valamilyen formában elnyomni. Na, én azt gondolom, hogy ez a tudományellenesség, ez 100 évekre visszanyúlóan igaz Magyarországra, és itt van egy kérdésünk, ezt még, mint utolsó kérdést. Jaj, én nem az utolsó. Jó estét, államtitkár úr. 2 rövid területet szeretnék felkonferálni, és akkor kérni a reakcióját. Egyik a talajnak a minőségi változásai, a tekintetben, hogy sokan azt gondolják, hogy a vízvesztés, ez az asszályos időszak és a klímaváltozás miatti vízvesztés talán megakadályozható lenne különböző
árnyékolással, és itt például napelemeket tesznek szántóföldi növényekre, meg gyümölcsökre, meg zöldségekre, hogy ebben lát-e fantáziát. A másik pedig egy részint érintette ezt a témát, hogy azt mondta, hogy a harmadik intézkedése a tudásalapú szakigazgatásnak a visszaállítása lenne. Lát még Magyarországon annyi szakembert, akiktől meg lehetne tanulni tömegesen, hogy hogyan kell újra Magyarországon agrárterületeket előállítani, úgy, ahogy ilyen modern eszközökkel ön is elmondta. Lát erre szakember gárdát, aki kiképez bennünket, vagy a gyerekeinket erre? Köszönöm szépen. Köszönjük a kérdést. Ez utóbbira egy frappáns választ tudnék adni. Most már behívnám, Brazíliában van egy Embrapa nevű... A mikrofont légy szíves. Brazíliában van egy Embrapa nevű állami mezőgazdasági, oktatási, tudományos és szaktanácsadási központ. Jelen pillanatban 109 ezer alkalmazottja van. És nulla politika van a dologban, tehát ezek az emberek kutatási pénzt annyit kapnak a brazil államtól, amennyit akarnak, és eljutottak olyan szintre, hogy ma az Embrapa vezető kutatói járnak a világba, elmegy Hollandiába, meg Németországba, azt, amit ott szabadon megtehetett, ugye Európa nem engedte a génmódosítást önálluk, minden további nélkül ment ez. És miért mondom ezt? Mert én Mexikóban, majd Kolumbiában és Brazíliában is, amikor nagy világbanki projekteken dolgoztam, rengeteg magyarral találkoztam, akik innét vitték az innovatív technológiát oda, Mexikóba, meg Brazíliába. Csak Brazíliába körülbelül 120 olyan speciális végzettségű szakmérnök volt, aki például az embrió 87 és 90 között dolgoztam kint Brazíliába, akkor ott az egyik ilyen varázsló volt Mészáros Lakatos András nevű úr, aki akkor a Balaton-Boglári Állami Gazdaságnak volt az igazgatója, és a brazil kormány meghívására azon az öntözési projekten, ahol én ott találkoztam vele, én voltam ennek az egyik ilyen koordinátor vezetője, ott meghonosította a szőlőtermesztést, az étkezését, meg utána a borszőlőt is, úgy, hogy az olyan terület, ahol nem áll le a vegetáció, tehát évente 2,5-szer volt szőlőből betakarítás, 2,5-szer, és azt meg tudta csinálni ez a Lakatos András úr, hogy olyan francia és általa kifejlesztett technológiát alkalmazott, hogy mondjuk egy 500 méteres szakaszon volt egy szakasz, ahol tél volt, mellette, ahol tavasz, ahol nyár, és ahol ősz, ahol már betakarítják a termést. Az a legmagasabb brazil állami kitüntetést megkapta, ott voltam a ünnepélyes átadáson, Sarney elnök adta, hát neki varázslónak tartották az illetőt. Egy másik, Simics Péter nevű úr pedig ugyanezt megcsinálta embrió átültetéssel teheneknél, olyan sikerrel, amitől akkor ott a brazilok azt se tudták, hogy szorongassák a kezét. Vagyis 40-50 évvel ezelőtt mi vittük a innovációt és biotechnológiát például Dél-Amerikába, most én ezt önnek biztosra mondom, onnét kéne idehozni. De nem lehet idehozni, mert Magyarországon a politika annyira beavatkozik ezekbe a dolgokba, hogy lehetetlenné válna itt a munkájuk, emiatt aztán nem is jönnek ide. Hát másik pedig szépen. a föld minőség. Ugye itt óriási vita van itt konkrétan, most a saját cégeimre gondolok, azon, hogy szántást végleg befejezzük, hogy minimum tilics legyen Magyarországon is.
Ezek a kísérleteket most mi élesbe csináljuk, de azért azt hozzáteszem, hogy nem lehet úgy, hogy rögtön az egész területen. Tehát ez egy ilyen 10 éves, 15 éves átállás, de én is azt mondom, hogy van abban fantázia, talaj, vízmegtartó képessége sokat javul, a levegőztetése rengeteget javul, giliszta állomány, óriásit nő, de azért ez egy évtizedes munka, és azt nem lehet, hogy egyik napról a másikra én erre átállok, de azért azt biztosan mondom önnek, hogy ma területünknek körülbelül olyan 40%-a, ahol már ezeket a technikákat alkalmazzuk. Aztán majd eljön, amikor az teljes körülvé válik, de azért rengeteg hibát is elkövet az ember, és hát azért ez üzleti tevékenység, tehát itt nem lehet, nem kutatóintézet, ami kísérleti parcellákon csinál valamit, hanem mi ezt élesbe csináljuk. Tudom jó, hogy ennek Magyarországon vannak sikeres képviselői, de hát azért 500 négyzetméteren vagy fél hektáron valamit kihozni, meg nálunk 2200 hektáron azért az hatalmas különbség. Nem lehet belekapni ebbe, de az biztos, hogy a klímaváltozás ez irányba kényszerít minket. Könnyebb lenne az út génmódosított vetőmagokkal, de hát azt nem tudunk mit csinálni vele, mert arra Magyarországon nem adnak engedélyt. Köszönjük szépen. Én azt hiszem, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy még millió kérdés van, még reggelig tudnánk beszélgetni, de nekem az a hálátlan feladat jut, hogy valamikor azt kell mondani, hogy be kell fejeznünk, és akkor most jön az a pillanat, hogy nagyon szépen köszönjük az előadást. Nagyon... Nagyon érdekes összefüggéseket ismertünk meg, és azt hiszem, hogy körülnézek, sokan olyanok vagyunk, akik nem foglalkozunk nap mint nap mezőgazdasággal, legfeljebb újságolvasói szinten, és én azt hiszem, hogy mától egy kicsit másképp tudjuk olvasni az újságokat. Köszönjük szépen!